Városunkban is sok gyermek ballagott most el, hogy a jövőben valamelyik középiskolában folytathassák a tanulmányaikat, és egy lépéssel közelebb kerüljenek a felnőtt léthez. Ezzel párhuzamosan otthon is változások lépnek életbe. Átalakulnak a szülő-gyerek kapcsolatok. Ha tetszik, hanem megkezdődik a leválás. Milyen folyamatok zajlanak le ilyenkor a gyerekekben? Az Ericksoni elmélet alapján a tinédzserkornak a feladata a saját identitásunk elnyerése. A gyerekek még a szülők elveit, elméleteit, gondolatait szinte egy az egybe vették át, mikor viszont bejön a tinédzserkor, ezeket elkezdik megkérdőjelezni. Gyakorlatilag ezeket letesztelik, és ennek a segítségével próbálják a saját identitásukat megszerezni. A másik oldalon ott vannak a szülők, ők hogy élik meg ezt az időszakot? Pont úgy, hogy minden gyerek más, és más minden szülő is. Épp ezért egész más, hogy tudják megélni. Mondjuk egy perfekcionistább, kicsit büszkébb szülő számára az, ahogy a gyerek lázad, és a lázadásával állandóan felhívja a szülő hibáira a figyelmet, sokkal nehezebb lehet a megélése ennek. Nagyon fontos úgy gondolom, hogy egy kommunikációs lehetőség legyen mindig a szülő és a gyerek között, bár ezt a kommunikációt nem feltétlenül szabad erőltetni, inkább arról van szó, hogy lehetőséget tudjunk adni arra, hogy beszélhessenek, illetve ezt a feltétel nélküli elfogadást megtartani. Legyen tiszta a gyermek számára, hogy nem ő az, aki bűnös, nem ő az, aki rossz, hanem a viselkedése volt az, ami ezt kiváltotta, hogy ez elkülönüljön benne, hogy ő attól függetlenül teljes mértékig el van fogadva és szeretve van, de attól még hülyeségeket tud csinálni. Mikor van baj, és mit lehet ilyenkor tenni? Mivel a tinédzserkor ugye a változásról szól, ezért talán nehezebb észrevenni ezeket a jeleket, de szokás szerint arra nagyon érdemes figyelni, hogy a tanulmány eredményei megváltoznak-e, milyen szociális hálója van jelen pillanatban, mennyi időt tölt, milyen szórakozásokkal, mennyire zárkózott. És ugye megint azt tudom mondani, hogy lehetőséget kell adni arra, hogy beszéljenek egy-egy témáról a szülőkkel, még akkor is, hogyha ezek nincsenek kikényszerítve. Az egészségfejlesztési iroda hogyan tud ebben segíteni? Alapvetően a szülők számára, illetve 16 éves kortól a gyerekek számára is segítő beszélgetést tudunk tartani, és tudunk eszköztárat átadni arra, hogy hogyan kell például a szorongásaik, a stresszüket kezelni, kommunikációs segítséget, hogy hogyan lehet jól kommunikálni, tréningeket, fejlesztéseket tudunk adni, illetve mind a gyerek, mind a szülő számára, hogyha megkeresnek minket egy-egy kérdéssel, akkor nagyon szívesen segítünk benne, válaszolunk a kérdésre, vagy tovább küldjük oda, ahol megfelelő választ fog tudni kapni rá.